Két és fél hónapos szünetet követően ismét bajnoki pontokért lépnek pályára a megyebeli futballcsapatok. Persze a téli időszak sem telt játék nélkül, mivel az MLS megyei igazgatósága nagypályás műfüves tornát, kispályás tornát, utánpótlás futszál és női tornát is szervezett a felkészülés segítése érdekében. Az átigazolási időszak február közepén zárult, tavasszal több mint 400 játékos fut majd ki új csapata mezében a pályára. Nagyon sokáig pangott az átigazolási piac, talán beszéltünk is, hogy meglepően kevés a mozgás, és mindig ugye azt szoktuk mondani, hogy télen meg különösen a legtöbb mozgás Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében van. Hát ez az utolsó három napra korlátozódott, ugyanis az utolsó három napban több mint 400 kérvény érkezett be a rendszerbe, úgyhogy eszméletlen sok átigazolás volt, nagyon meg kellett hajtani magukat a fiúknak, két kollégámnak, mert az utolsó napokban azért adtak munkát a csapatok. Egyébként mondom, az átigazolás első három hete az rendben csendesen lezajlott, de az utolsó napokban azért nagyon sok együttesnél váltottak csapatot a játékosok, utánpótlás és felnőtt szinten egyaránt. Az elmúlt napok időjárásának tükrében az igazgatóságon bíznak abban, hogy zökkenőmentes lesz a tavasz nyitóforduló. Nagyon nyugodtan várjuk a rajtot, hiszen mai nap folyamán beszéltünk valamennyi rendezőgárdával, és mind a 8 helyszínen megfelelőek a körülmények, úgyhogy most úgy néz ki, hogy teljes fordulót tudunk rendezni a megyei első osztályban. Lesznek olyan mérkőzések, ami Műfűn rendeznek meg, ugye a Nagycsed érthető okok miatt, hiszen pályabetiltás miatt játszik Nyír Bátorban a Vásárosnaménnyal, a fehérgyarmatiaknak a pályájuk azért lent fekszik, tehát mélyen fekszik, és annak ellenére, hogy ilyen jó idő volt az elmúlt két hétben, és a legtöbb megyei pálya felszáradt, kiengedett és felszáradt és játékra alkalmas. A fehérgyarmatiak inkább azt mondják, hogy azért a Műfőn jobban tudnának játszani, úgyhogy úgy néz ki, hogy a fehérgyarmat mérkőzése a Műfőn lesz, illetve a balkányi pálya is elég mélyen fekszik, és a balkániak pedig a Nyíregyházi Városi Stadionba hozzák be a Máté Szalk elleni rangadójukat. A megyei első osztály tavaszi nyitófordulójának teljes párosítása a következő: Nagyecsed Vásárosnamény, Baktalórendháza Csenger, Tiszakanyár Mándok, Ibrány Gyulaháza, Balkány Máté Szalka, Fehérgyarmat Nyírgyulaj, Kisvárda 2 Tiszavasvári és Nagyhalász Tarpa.